valahogy úgy gondoljuk, hogy mi ezt igazából nem érdemeljük meg. Mármint azt, hogy jól érezzük magunkat, hogy élvezzük az életet, egymás társaságát, hogy jó közösségben legyünk, hogy jobbunk legyen a jó élethez, mert mi emberek nem vagyunk tökéletesek. Mi tökéletlenek vagyunk. Mi elégtelenek vagyunk. Bennünk jelenik meg az, amit rossznak hívunk, a világban. És mi keresztények azt gondoljuk, hogy ha az Úristen igazságos lenne, akkor mi egész egyszerűen lehetnénk. Tehát mi nem gondoljuk azt, hogy ez nekünk jár. Netán kiállunk. Vedd el, ami a tiéd. Kényezted magad. Te ezt megérdemled. You deserve it. Nem érdemled meg. Nem érdemeljük meg. Az evangélium az örömér az, hogy mégis örülhetünk. Hogy mégis emberek lehetünk. Hogy mégis értelmes lehet az életünk. Hogy mégis közösségben lehetünk. És mi hiszük és valljuk, hogy ennek a mégis örömnek a helye és közössége az egyház. Nyilván nem mindenki gondolkodik így, de mi szeretünk olyan egyházba járni, ahol jól érezzük magunkat, és ahol örülhetünk Isten ajándékának, hogy annak ellenére, amilyen vagyok, mégis megállhatok előtte és élhetek, és örülhetünk egymásnak. Isten áldja meg mindenkit ezzel az örömmel. Közösségkodóan legszint elején köszöntsük főjegyzőrát, főgondnak úr, kedves feleségét, egy Csokor Virágát. És köszönjük, hogy ők sem az első dálkozók, hanem valók a dálad és eltudatodnak. Egy-egy bárhoz hozzátartozik mindig az is, hogy valami frappás műsor, előadás, komoly zenei koncert, vagy bármi történjen még itt az elején, hogy jó megfelelően megéhezzünk, és utána pedig legyen kedvünk a fogyasztáshoz. Már nem a súlyfölösleget értem, hogy fogyasszuk le, hanem inkább még pluszba vegyünk föl magunkra. Az elmúlt évben eltértünk az eddigi hagyományoktól, hiszen addig valamiféle zenei blokkot találtunk itt az elejére, és az elmúlt évben ifjabb Csomós József, a lelkipásztor kollégám állt ide a helyénbe, és utána tartott szóval bennünket. Ezzel felbuzdulva és szondázva a közönséget, hogy mit szóltak egy ilyen merész ötlethez, most megint egy ilyennel próbálkozunk. Nem cseréltük le Csomós Józsefet, hanem más valakit hívtunk. Budapest mellől, vagy nem messze Budapestről, Nagykátáról, Magai László lelkész kollégámat. És egyházi humor címmel egyfajta stand-upot várunk tőle, de mielőtt ezt megtenni, egyrészt szeretném ide kiszólítani. És hogy ne legyen olyan messze tőlünk, már úgy értem, hogy 235 km Nagykárca, tessenek nyugodtan itt helyet foglalni az asztalnál. Ott kettő, meg szembe kettő, jó? Köszönjük szépen. És azt szeretném tőle kérni, hogy néhány szóban meséljen magáról, gyülekezetéről akár, családjáról, miért lett lelkész, vagy ami éppen fontos. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Áldás békesség! Üdvözlök mindenkit, a föntieket is, az ittenieket is, és köszönöm a szót! Néhány kód számot fogok most mondani, 780509. Ebből következik a 32-nél, leragadtam, de 35. 1, ez a feleségek számát jelenti, 4, a gyerkőcök számát jelenti, és a 3, az pedig a gyülekezetek számát jelenti. Nagykáta, Tápió Bicske és Tápió Szent Márton tartozik hozzám, illetve én, ő hozzánk. Nagykáta egy kisváros, 13 ezer fő, és a másik kettő, két kis településről van szó. Mind a három helyen abszolút kisebbségben vagyunk, megfejelve azzal, hogy Nagykátán a római katolikus plébános úr hogy nem megszervezte a régi esperesi járást, és ki lett vajon az esperes plébános úr, hát pontosan ő. Ennek megfelelően mi egy kicsit más módon vagyunk kezelve,
de ez ellen dolgozunk és sikerrel dolgozunk. Ilyen közegben voltam már néhány alkalommal, itt a báli közegre gondolok, erről majd fogok néhány mondatot mondani, de előtte csak annyit árulnék el erről, hogy amikor jöttem ide, akkor a gyerkőceim megkérdezték, hogy én mégis mit fogok így csinálni. És akkor azt mondtam, hogy drága fiam, az első szülöttem egy fiú, mert a drága fiam fogalmam sincs, mert hogy itt azt mondták, hogy mondjak vicceseket és próbáljam a hangulatot fölpörgetni, miközben a főjegyző köszöntését hallgattam, arra gondoltam, hogy milyen jó dolgom van nekem. Ha jól sikerül, akkor a tisztelt egybe gyűltek egy jó alkalmon vesznek részt. Ha nem sikerül, akkor azért, mert fellélegzik mindenki, hogy na, végre most már lehet beszélgetni, enni, táncot nézni és mindenféle hasonló, tehát próbálom én is a feszültséget valahogy levezetni, de van egy-két olyan mozzanat, amit majd szeretnék mindenféleképpen megemlíteni. Nagyon izgulok amiatt, hogy sikerül-e úgy elmondanom, ahogy. Csillagpontról jövök, mármint egy felvételiztetésről, kora reggeltől egész délutánig felvételiztettünk, jó néhány kis csoportvezető delikvenst. Kérem, hogyha esetleg nézzék el, hogy esetleg összeakad egy-két mondat, és nem teljesen tiszta magyarsággal mondom, illetve még hordozom a fiatalokkal való foglalkozásnak néhány sallangját magamon, ezt majd önök észre fogják venni, egy-két kifejezés, amit a korombeliek és a korosztályomból lévőek érteni fognak, hanem akkor majd csillagos magyarázatokkal meg így megállunk, és ő pedig magyarázza, hogy miről is van szó. Köszönjük szépen, még azt kell tudni, hogy már a szolgálatokat úgy tudom, hogy sikerült elrendezni, és úgy volt, hogy akár eredetileg, hogy akár családosan, vagy feleséges törékezik. Sajnos közbeszólt az élet, a betegség, úgyhogy majd még este ezt a 235-t visszafele, jól tudom, hogy a négy közül azt az 1-2-3-at, aki beteg, segítsen elhordozni a másiknak a fele, a másik félnek, vagy a feleségnek. Hát ehhez már sok erőt, de hogy esetleg ehhez felvédőjár, már is átadnám a szót, hogy akkor mindazt, amivel készültél, egyházi humor, stand-up, Makai László, fogadják szeretettel. Mehet. Ez így volt kitalálva. Most erre a fülemesen... Fogalmunk sincs, hogy ezt miért játszottuk most le, ugye? Ugyanis az a báli emlék, amiről én meséltem, valamiféle ilyen brutális audio kiképzést foglalt magába. Én dunaharaszti gyerek vagyok, ez egy olyan település, amit újra telepítettek svábokkal. Sváb lakosság kedvenc zenei önkifejezési módja a sramli. Ezt hallották, amit én boldogult egyetemistaként a következőképpen dekódoltam magamba, untatta, és kb. 3 lépést kell variálni a megfelelő hölgy partnerrel, illetve a hölgyeknek a megfelelő férfi partnerekkel. Halmozottan hátrányos fiatalember vagyok, legalábbis akkor annak gondoltam magam. Ugyanis mind a két édes szülőm pedagógus. Ez egy csodálatosan jó dolog. De édesapám arra vetemedett, hogy közszolgálatot vállalt, polgármester helyettes volt, két cikluson keresztül, úgyhogy nem elég, hogy édesanyám abban az iskolában tanította, ahova én jártam. Előtt tudta az egyesemet, mint ahogy én kitaláltam volna, hogy most ezt olyan fogom elsúnyogni. Nem, ez nem volt elég. Mindenki ismerte őket, mert már szinte mindenkit tanítottak, az én korosztályomból, meg egyel kettővel alá, nem elég, még elrángattak bálóba. Nem volt egyszerű, vittem a volt menyasszonyomat, és akkor ment ez a zene. A bál első részén
Én a puritán hagyományoknak megfelelően így ültem. Nem, engem nem érdekel semmelyik szám, nem én beszélgetek. Anya, ne rángassál már meg hasonló körök, akinek van egy tinédzser, egyetemista gyermeke, talán tudja, miről beszélek. Ám de az a zenekar, szaxofonnal, trombitával, tangóharmonikával, minden egyébben fel volt szerelkezve, és terror cselekményeket hajtottak végre ellenünk, miután az alkohol százalék szinte egyre emelkedett a résztvevőkben, és egyre hangosabban csapották az asztalt, amikor valami jó poén elhangzott. Én hősiesen ellenálltam. Mondom, teológus vagyok, nem? Engem a világi ívságot? Nem. És közben már így kezdődött lent, itt a látom, amikor már valami jó kis ritmusok voltak. Aztán a zenekar látta, hogy ott mindenki, ahogy önök is nagyon konszolidált ülnek, letették a hangszerek egy részét, elővették a villanygitárt, és akkor belecsaptak a rock and roll számokba. Onnadozott a vérmű, legalábbis nálam. Eléggé. Aztán, amikor valamelyik nagyon füllett és hát piszkosnak is lehetne mondani, jó tempói számot elkezdték, akkor mondtam, hogy ennyi drágám, és rántottam ki az asszonyt táncolni. Talán van a korosztályomból olyan, aki látta Tarantinónak az egyik kultuszfilmjét, amelyikben Uma Thurman és John Travolta táncolnak. Hát ez egy filmtörténeti jelenet. Szerényen csak annyit mondok, hogy itt táncoltunk mi is. Benne volt a lábamban a bugi, sőt, Fenyő Miklósnak is megfogadtuk a tanácsát, a nem létező szőnyeget teljesen feltekertük, és mi lelkes amatőrök voltunk, de jó kedvűen táncoltunk. Visszamegyünk, vége a dalnak. Visszamentünk, negyed foglaltunk, és közben édesanyám, nem az, hogy tudsz táncolni, azt már tudta, maga mellé ültetett, és majdnem így megölelgetett. Hát képzeld, mit mondtak kisvárosi celeb életnek a gyöngyszemei? Mit mondtak? Hát képzeld, hogy megdicsértek. Azt mondták az előbb, hogy ez a pap, és ez a papnő, hogy tetszett? Papnő. Egyiptom. Mondom, magamban még jó, hogy nem olyan ágyékötős cuccba táncoltunk. Mondom, még jó, hogy Erikánál nem volt az áldozótől, és nem hozhattunk valakit oda a színpadhoz, hogy feláldozott, mert a pap nő, és a pap mit csinál? És édesanyám, köszönöm, hogy rá kisem, Erikára is, pap nő, anyám. Mert mi baj van? Nem semmi, anyám, semmi. Ezután az alkohol szinte egyre emelkedett. Már nem bennem, hanem a környezőekben én szigorúan csak a paradicsom, nem azt nem szeretem, hanem az asztalet ittam, meg hasonló. Apai nyüstölésre persze meg az asztaltársaság kedvéért miatt egy-két feles legurult, és egyre gördülékenyebbek lettek az ilyen mozgásaim. És ezután következett az a döbbenetes pillanat, amikor azt mondtam, hogy jó, visszatérünk a puritán gyökerekhez, ugyanis a zenekar 8 tagjából körülbelül már 6-an úgy mattultak, ami azt jelenti, hogy már automatice ment az összes dal. És egyszer csak az, aki úgy eddig ártatlannak tűnt, mert a tangó harmonikás volt, és akkor így ahhoz koncentrálni kell, hogy én mindenkitől elnézést kérek, előzetes engedélyt kértem ennek a szösszenetnek az elmondásához. Tehát ez a jó ember így egy ilyen, nem tudom milyen stracsacsács hozzulat, hogy arrébb löpte az eddigi énekest, és a következő történt, teljes szöveghűséggel próbálom a hangszint is. Elmarja az álló mikrofon, ilyen hangja volt, így. Mindenki csodálkozott, hogy mi fog most történni, mert eddig még nagyjából tiszta volt. De emberünk megfogja a mikrofont, és a következő örökbecsű mondat részt elüvölti, ami egy dal bevezetője, vagy refrénje volt, ezt már nem tudom. Tehát lép el, és a következő mondat elhangzik. Adéde a dédit. Én amíg körülnézek, mondom, itt mi történik? Halk sikkantások, lábdobogás, és azt veszem észre, hölgy és ő, teljesen felpestül az élet,
Mindenki kirohan a táncparketre, középre, mindenki bőszen elkezd táncolni, én döbbenten ülök, mert az asztalon kiürült. Jó, anyukám ott volt, apukám, és szerintem apa nem hallotta, mert nem figyelt, valami ilyesmi. De nem elég, ez az ember még folytatja, ahogy ezt a sor folytatni kell. És komolyan mondom, mintha valami egészen elképesztő, mindenkiben áramot vezettek volna. Akkor a buli kezdődött ott, én meg döbbenten néztem, hogy ilyen nincsen. Utána ez szálló ége lett, ez a, nem idézem többet, de azt az embert utána láttam, hogy így egy-két ismerős, ismeretlen elhívja, és akkor te, Józsi, te Józsikám, akkora volt a gyerek első. Józsi, a végén már valószínű, hogy így fekve tudod csak harmonikázni, de úgy, hogy tizen fogták és tizen nyomták így az ujjait, hogy melyiket kell éppen lenyomni, mert amúgy teljesen. Bálig hangulat az tehát megvolt, és éppen ezért elég nehézkes volt nekem ezt így fiatalként tolerálnom, másik pedig pont ez a kisvárosi celebdolo volt olyan furcsa. De nem csak ez volt, ami a nagyon emlékezetes volt, hanem az is, hogy a helyszínen ott volt ezen a, annó ezen a régi bálon, ott volt a római katolikus prébánosunk is. Neki problémás volt néha, mert a szoknyák összekavarodtak, amikor táncolt a hölgyekkel, de ez a veszély az én plébánosomat, az esperesőt egyáltalán nem fenyegette. A halói állatait viszont fenyegette az egyik ökumenikus ima heti alkalmon valami. Nekünk egy pici irodánk van, és a zseniális református mérnök azt mondja, úgy tervezte meg, hogy az irodából egy beltéri ajtón keresztül pont a nagyszobába lehet bemenni. Igen. Ha valaki esetleg így átjön, akkor be tud menni. Na, az ajtó túloldalán volt a nagyszobánk, Magnó, feleségem a második kisgyermekünket altatta éppen. Ez később fontos lesz. Ilyen az esperes plébános úr, nagy tekintéllyel, jó, csináljuk az ima alkalmat, illetve ima estet, ez nem ökumenikus istentisztet, ima est. Én meg ott próbálom szóval tartani, és egyszer csak elmegy egy autó előttünk, pár másodperces késéssel, esperes plébánosúrban felborgad a keresztény, rám néz és azt mondja, hogy te Laci, hát mi is a borzalmas zenéket hallgatnak ezek a mai fiatalok, ugye? Ugye? Mondom, ugye? Igen, persze, nagyon. És valami dalocska is elkezdődik. És nem megy az autóval. A zene az ott marad. Közel hozzánk. Hogy ahogy állok az ajtó felé, a decibelek egyre közelebb jönnek. Próbálom az esperes urat egy kicsit arrébb húzni az ajtónktól, a nagy szobától, nem sikerül, és egyszer csak látom, hogy kezd elengedni neki valami. Slisszol közelebb, elkezdünk táncolni, slisszol közelebb ő a mi ajtónkhoz. Én próbálnám így Mário slisszantani őt, közben a zene adja az alapot, de arra valami másik, valami diszkurszámot kellett volna produkálnunk, és egyszer csak így felvillan a tekintete. Mondom, most jön az inkvizíció, vagy valami ahhoz hasonló, hogy előveszi a palost, és megkérdezi azt, hogy te, Laci, ez honnan jön? Tőlünk jött. És elkövettem azt a szarvas hibát, hogy elmondtam, hogy hát igen. A feleségem altatja a kicsit. És utána Pintér Bélával súlyosbítottuk a dolgot, mert éppen egy Pintér Béla számra, ami ütemes, diszkó alapú, szívverést imitáló, a kicsi szépen így az anyukám így elaludt. És amikor ez elhangzott, hogy igen, a feleségem altatja a kicsit, akkor elég sok minden így különbözött az esperesügy arcán. Egy részét nem tudom dekódolni, másik részét nem akartam dekódolni. Automatikusan jött az ötlet, hogy odaadom neki a CD-t, vagy ajánlom neki, hogy hallgassák meg. Aztán eszembe jutott, hogy ez biztos nem lenne jó, hogy azt mondanám, hogy hallgassák meg otthon maguk is. De nem tudom. És utána akkor esbesőrök, jöjjön gyorsan, menjünk megtartani az alkalmat, ahol énekelünk, merőben mást ugye, nem olyat, mint amilyet szoktunk. Miért szoktunk énekelni? Biztos mindenki emlékszik. Fantasztikus énekeink vannak. És ahogy a lelkipásztor látja a gyülekezetet az éneklés közben, az minden pénzt megér. Ugyanis nálunk a kis gyülekezetünk olyan,
hogy közelről látom őket. Nálunk nyáron a templom nagyon meleg, télen meg spórolunk fűtésen, úgyhogy szinte nagyon meleg helyett, nagyon hideg. És akkor, amikor énekelünk, nézem őket. Nem azt, hogy bodorodik-e a lehelletük, vagy bármi más, hanem vajon mire gondolnak. Óriási sztoriáink vannak, legalábbis amiket én látok rajtuk. Van az a gyönyörű énekünk, amelyikben arról énekelünk, hogy szomjúzzuk az Isten közelségét, mint a szarvas, ugye? Én azt láttam az egyéneiben, legalábbis az egyik őjükön, hogy szarvas, mi tiszteletes úr. Én ugye elfelejtettem azt a sört behűteni. Nem a szarvas, a sört! Hát, ilyen is előfordul. Aztán előfordult olyan is, amikor az Úrnak irgalmát örökké énekelni című örökbecsüt énekeltük, egyik őjükre ránéztem, és legyen Erzsikenén a arc kifejezése, legyen már vége, könyörgöm, legyen már vége. Aztán volt olyan is, amikor arról énekelünk, hogy itt van Isten köztünk. Jártak őt imádni. Itt van Isten köztünk, rápillantottam az egyikre, és azt láttam rajta, tudtam, hogy milyen háttere van, csomó nehézség, meg mindenféle, és azt láttam rajta, hogy igen, itt van, na jöjjön itt, aztán majd jön, megmondtam neki magamét. Hát mondom, akkor ezt így majd lehet, hogy máskor más körülmények között fogjuk énekelni. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, itt van Isten köztünk, csomó olyan ének, ami valóban kincseket ér, viszont merőben más dolgok zajlanak meg, jó néhány esetben a gyülekezeti tagok, az én gondolataimban is, meg talán más is hallott már ilyesmi gondolatokat. Volt még az egyik esetünk, ami szerintem mindegyik református gyülekezetben előfordul, ez pedig a Szent Negró esete. Az egyik presbiterünk, Ilike, a következő képen így van a szószék, itt van a presbiterek katya. Tehát Ilike nekem így ül. Idáig a napot. Ilike olyan drága, megtisztel engem azzal, hogy megpróbálja ezt a nyomorult negrót csendesen kibontani. Meg tudom mondani így. Jó, akkor a liturgiának melyik részén kezdi el a negrót bontogatni, és Ilike olyan trükkös, komandos lehetne. Komandos lehetne, mert a rezzenéstelen arccal. Sőt, ami még rosszabb szerintem, de ezt nem mertem meg neki megmondani, ilyen áhítatos arccal ül, és akkor a következő történik, most két kézzel ezt, ha meg tudnám csinálni, ez nagyon jó lenne, de nem tudom, tehát ül, áhítatos arccal, és ez a jó. De általában ez történik, és közben úgy csinálom, hogy semmi nem történik. Egyik alkalommal majdnem rászoktam, hogy Ilike drága a fürdőujjakat maga mikor? Néztem már meg, de azt mondja, hogy 10 percig bontja ki ezt a nyomorult negrót, és utána szegényem még mindig vár 10 percet, hogy mikor nézek erre, hogy ő bedobhassa. Komolyan mondom, néha egész nehéz a lelki pásztor dolga. De a másik azért nehéz, mert az ember, hogyha predikációt mond, akkor én magam nem nagyon nevet élhetek, mert úgy rontaná az esemény méltóságát. De van egy Józsi bácsink nekünk, aki egy drága volt presbiter, és Józsi bácsi megmutatta a református kegyesség mélységeit. Ugyanis a liturgia első részében velünk van egész végig. És amikor a lelkipásztor a szószéken felolvassa a textust és áment mond rá, azaz jelen esetben szerint személye, és a következő mozdulatsort elkezdeném, tehát kedves testvérek, Józsi bácsi zseniális gyorsasággal ezt kihasználva a következő mozdulatsort hajtja végre. És ez történik, amíg az ámen elhangzik, és bemondom, hogy testvérek, énekeljük. Elkezdődik valamilyen futam, a hangszeres kísérletet, Józsi bácsi. És énekel a drága. Ezt a mozdulatsort egyszer szemét voltam, és föllettem. Hálasztának senki nem látta, csak a presbiterek, azok nem tudták, mit ügyködök ilyen azzal a kütyűvel, vagy micsodával. Közsibácsának sosem mondtam el, mindig láttam, és mindig tudtam ezt a
fejelős, csak attól tartottam, hogy egyszer, amikor ott volt nála egy alkalommal a Bibliája és az énekeskönyve, ott izgultam, hogy a röppája végén most lefejeli, vagy lelök ki, és akkor fölébred hirtelen, vagy megzavar mást, és más felszedi. Szóval nem volt egyáltalán egyszerű. De nem csak ez a két drága és nagyszerű gyülekezeti tagom van. Van egy másik, ő fiatal. Tőlem is fiatalabb, és ő az, aki a kántori szolgálatot ellátja. Sajnos nincs arra lehetőség, hogy kántort fizessünk, de ő szolgálatból ellátja. Ez mind szép és nagyon jó. Nagyon tehetséges, ez is nagyon jó. Viszont pimasz. Pimasz. Ugyanis minden vasárnap, amikor ő szolgál, és elkövetem azt, hogy menjünk be, mondom, menjünk be, imádkozunk a presbiterekkel, és akkor ilyen legényesen, legény vagyok, fölveszem a palástot, ez a pimasz Éva következőeket szokta nekem mondani, de tényleg ilyen kis piszkálosan. Batman. Rendkívül módon segíti az ember lelki koncentrációját az, amikor ilyeneket mondanak neki, én meg a következőképpen szoktam erre reagálni. Még egyszer ezt mered mondani Batmanit? Adjon bele, menjünk imádkozni, és akkor így indulunk. Tudom, hogy csak piszkálódik, de ez a Batman halálosan idegesített egy ideig. Egészen addig, amíg meg nem néztem az új Batman filmeket. Mondom, hogy meg lenne lefő a gyülekezet, hogyha egyszer úgy mennék be. Tovább viszem. Lelkész identitás. Batman köpeny. Szokták mondani hittanosaim. Tisztára olyan Laci bácsi, mint a Batman köpeny. Nagyon túl volt. Mondom, látnád a lelkészi fevegenet. Az a túl volt. Nem is kell a sisör. Az a túl volt. Batman filmnek a járműve egészen többenetes. Itt az autóra gondolok. Egy tank, egy versenyautó, és még nem tudom minek a keverékét, amikor megláttam, minden férfi emberben van, legalábbis Ákos szerint egy tínédzser, akinek kellene dolgok. Na ez volt az a dolog, amikor azt mondtam, hogy ez az autó kell, hogy elképzeltem. Megyek lelkészére a kezdetre. Ezzel a kocsival. Egy fantasztikus autó, ilyen három autó, széles, brutális kerekekkel, páncélzatokkal, és elképzeltem, hogy beállok, beparkolok, és akkor, elnézést, és beresül, szétszúztam az autóját, bocsánat, beállok máshogy, följegyzem, ne haragudjon, kollégák, és akkor autó van csak mindenütt, én pedig megnyom a gombot, és akkor így fölemelkedik, én pedig így, megigazítom a köpenyt, vagy nem tudom, sisakot, vagy valamit, egészen lenyűgöző. Bagdán Zsuzsi, kedves ismerősöm, és amikor ezt a Zephyr-re, ezt az álmomat, hogy ilyen autóm legyen, elmondtam, elkövette azt a merényletet ellenem, hogy ezt le is írta a reflapba, hogy én a lelkész identitásomat a Batman-nek próbálom így kompenzálni, vagy összehasonlítani. Hát, ha sötét lovag, akkor én inkább a lovag jelzőt szeretném magamra érteni, nem pedig az elejét, de lehet, hogy más ezt máshogy gondolja. Nem egyszerű a lelkész dolga, ezt gyülekezeti tagok is tudják, lelkipásztor kollégáknak pláne tudják. Ugyanis legyünk jó szónokok, megtörténik ez, legyünk hősök, akik megoldják a dolgokat, Batmanként, és a gyülekezet jöhet hozzájuk, kivetíti a lelkész jelenlétet, nem tudom, a templom falára, vagy valahova, és akkor mi megjelenünk, vagy éppen azt mondjuk, hogy mi nem érünk rá. Szóval nem egészen egyszerű ez a dolog. Érdemes mindenkinek végig gondolni a lelkész képét, kollégák, és persze mindenki másnak. Még egy olyan dolog, amit szeretnék megosztani. Ez nem az volt. Ez még mindig a ruhaszínhez tartozik. A ruhaszín, ez a fekete. Törvényileg is szabályozó fekete. Csak középfekete lehet. Mély fekete már nem, mert arra zsinati határozott van, de világos fekete talán lehet. Nyáron az ember, hogyha lelkészből van, akkor mit csinál? Tudat alatt is ragaszkodik ezekhez a színekhez. Nem teljesen, de én elkövettem most nyáron ezt a hibát. Mindenki emlékszik ezekre a bőkületes meleg napokra. Édesanyáméknak meglátogattuk, egy nagy szobában aludtunk a gyerekekkel, a gyerekek nagyon szeretik, amikor apu és anyu lehet aludni is.
Ennyi alszunk és valami hasonló történnek, és a végén már mindenki máshol van. Egyik ilyen éjszakán arra ébredtünk fel, hogy egyik gyerekünk elindul, utána nem halljuk a kismesztelen talpaknak a csattogását, és úgy találtuk meg, hogy a termény a filmben kismaci, az egyik kézben, másik kézben a kispárna, és a kis buksia, 2,5 éves volt. Itt a szép. Elaludt a szépen. Fél úton köztem és a feleségem között. Egészen elgyengültünk. De mielőtt ez megtörtént volna, mi történt? A fiam zseniális módon beszólt az apukájának. Fiatal emberként én is használom azokat a ruhadarabokat, amiket korombeliek szoktak nyáron. Magyarán a régi, jó bevált klasszikus atléta trikót. Nem atléta trikó, ez kérem tank top a neve. Kérdeztem, hogy miért tank top. Egy tankot se láttam rá hímezve, hát a vágása miatt. Ó, mondom, nagyon merre van a mellizmomat, kihangsúlyozom, a bicepszeim is jól látszódnak, ha így kell menni benne, azt nem fogom szeretni, mert így nem tudok. Fönt ez volt rajta, nagyon meleg volt, nincs légkondi anyáiknál, ez volt rajta. Én elfelejtettem, hogy az intim fehérjelemű ugyanez a szín volt. Sima fecske. Egészen jól el volt ennek a kombóba. Egészen addig, amíg a gyerekem, Bendegus fiam, 9 évesen nyiladozó, humorérzékkel, meg jól fölvágott nyelvvel, rám néz, mindenki ott volt a családban, 10-valahányan ott voltunk, rám néz, és így végig sajnkel rajtunk. Te, apa, mondja fiam, miért van rajta tolmadressz? Ja, magamra néz, ki van tolmadressz, kis merős, ki már. Este a fáradtok, ami minden. Magadra néztem? Nincsen tornadressz, vagy nem kisfiam, mondom. Persze akkor már mindenki szakadt a rögést, hogy apád tornadressz van. Megkaptam én is, ugyanis van egy emlékünk, egy szlovákiai síelés, amikor megkaptuk azt a szobát, minden áron akartunk mi gyerekek, és kiderült, hogy annyira friss az épület, hogy még nincs rendesen leszigetelve, és húzott be a hó. Hát hogy alszik ilyen közember? Ruhába. Apukám hogy aludt? Sírruhába. Tök vicces volt. Piros sírruha, ilyen szürkés csíkokkal. Így közlekedett, és így mászott fel a felső szintre. És sísapka volt rajta. Hát mi emlékszem öcsémmel reketre röhögtük magunkat, nem is tudtunk elaludni. És mondom, apára ránézett, mondom, látod apa? Most én is megkaptam. A sírruhába, ilyen tornadresszre. Hihetetlen dolog volt. Ez a tornadresszt csak a csillagpont überelte. Az a csillagpont, amin találkoztunk, amiről bizony Tatairól el lehet sok mindent mondani, azt nem, hogy nem tudtuk szervezőként, hogy kopoltyúkat kell mindenkinek biztosítanunk, vagy olyan táblákat, hogy belépés csak kopoltyúban, mert annyi eső esett és annyira elmosott mindent. És ennek az egyik részletét zárásképpen szeretném megosztani. Ez egy zseniális jelenet volt, körülbelül éjjel 2 óra környékén. Az eső annyira elmosta a távolozókat, hogy ilyen menekült városhoz hasonlóvá lett a belső épület, azaz mindenki ott aludt a folyosón. Nekem, és az engem roppant kellemetlenül érintett, a szálloda részben volt egy ágyam. Ott aludtunk Szonták Szabolcsnak, tiszteletúr zsinat ifjúsági irodájának a vezetője, illetve az akkori vezető és csillagpont vezetője, dr. Siva Balázs, aki évfolyamtársam és szobatársam volt a teológián, és az ő felesége. Balázsnak a felesége. Így aludtunk 4-en a szobában. Nem volt egyszerű megközelíteni a szobát az eső miatt. 14 és 16 év körüli fiatal lányok aludtak így 2 sorba a folyosón. Éjjel 2. Én már ennyi kómásan megfáradtam az összes megbeszélés után, mennék a szobába. Tök sötét van. Tehát még hangulatvilágítás sem volt. Itt van egy csomó csaj. Ezt tudtam. Valaki hátul fölkapcsolta a villanyt, annak nem csak, hogy ott van egy csomó csaj, de alul öltözöttek. Így mentem, szó szerint mondom, a feleségemnek soha nem magyarázom ki azt, hogyha közéjük esek, vagy bármi, csak senkinek nem fogunk kimagyarázni. Egy csomó fiatal tini lány között a hentergek, annak óvatos leszek, mint a ninják. Megyek. Egyszer csak, amikor azt mondom, mindjárt elér az ajtókilincset, tük, mint a filmekben.
lámpa. Aztán megtalál. Aztán megtalál a sebb lámpával valami csajszé. Így az arcomba itt elég. Így megálltam, és tök fiú után néztem ki. És síri hangon megszólal a kis csapó. Csókolom! Szia! Hova tetszik lenni? Mondom, ide be. De... mondja a csőszkő. De! Oda már előbb mentek be! Egy néni! Mondom, igen, tudom. A zseblámpának az irányát tessenek megfigyelni. Ellenőriztek. Következő, mondom, te irányítsd már arra a kilincs felé. Oké, nem tudom miért beszélni, sírjam, de csak így a botrányadó beszélni. Oké. Megtalálom a kulcsot, minden. Már éppen bemenni, tetszik kérni csipszet? Nem, csak, hello, csókolom. Becsukom az ajtót, megnyugodtam, bemegyek. Én álljam jobb oldalt. Szokták Szabolcsi bal oldalt. Szabolcsi üres. Siva Balázs, doktor Siva Balázs, és doktor Siva Balázs név Ranghilda. Én meg itt tanulnék. Mondom, ahogy is hallottam, Hilda. Semmi reakció. Jó, mondom, akkor alszom én, ő nem akar az átgolódni, alszom én. De van szerelmesek a férjével, ahogy olyan egymás, mert jó, van szép dolog ez. Mindegy. Elmentem, elrendeztem, amit kellett, közben változás történt. Szabták Szabolcs helyet, ügyes megint. Dr. Siva Balázs, én van, Hilda itt alszik. Siva Balázs már itt alszik, én meg itt mellettem. Mondom, régi szép idő, mint kollégium. Letettem magam, éppen elkezdtem volna aludni erre, Dr. Siva Balázs a következőt csinálja, hason feküdt, felén fordul, és a következő efe. Na te, Balázs, ezt a másik irányba kellett volna csinálni. Felén, és milyen van? Nem hallgat az ember a jó szóra ilyenkor. Lecsukom a szemem. Dr. Siva Balázs a következő csinálja. És így ezt a mozdulat sor így. Tehát mondom, Balázs, ez már így nem lesz jó, mert nincs helyen most már itt a falban. Erre nyílik az ajtó, keskeny fénypászra. Szabadák Szabolcs, hogy ott röhög ezerre rajtam, miközben én menekülnék a gondszabotásom elől, aki pedig drága életmódjára semmire nem emlékezett ebből, amikor én próbáltam szembesíteni finoman, hogy az irányzék az nem volt egészen jó éjszaka, azt nem is mondta, hogy miről álmodtál, esetleg egy valami hasonló. De, mint kiderült mindannyiunk örömére, Hitvese Hilda nagyon jó aludt, aminek mi nagyon örültünk, csak mondtam, hogy te majd beszélj már a Balázsra, légy szíves, hogy valami rossz emléke van így az egyetemi éveinkről, teológiáról, vagy valamit akartam, hogy nem furcsa kifejezéssel. Hazamentem, hullá fáradtan, feleségem első kérdése volt, na, hogyan tudtál? Hát mondtam, hogy ezt tudnád, hogy nem fogom elmondani inkább, mert következő héten kiköttek hozzánk, prédikál Dr. Siva Balázs, meg Hilda. Vendégül láttuk őket és beszélgettünk pár dologról. Nem csak báli emlék az, ami ide kötött, hanem az is, hogy állott emlékű rokonságunk van nekünk ezen a vidéken. Ugyanis nem is olyan messze van innen Mezőlak, ahol édesapámnak, a kereszt szülei laknak, és emlékszem, süldő Ilisként mindig ide jártunk pápára úszni, Sándor bátyával. Ő volt az az ember, akit minden családot kívánok, duplán, mert ő volt az az ember, aki fiatal süldő gimnazista, aki mindig megkérdezte, hogy mit olvastál, fiam, beszélgettünk, halálosan zavarba hozott mindig ezekkel a kérdésekkel, és leginkább az a hozott zavarba, hogy simán lejúszott engem 70 éves korában, pedig én akkor még egy kis fickosabb és vékonyabb is voltam, nem voltam ilyen apafigura, mint most itt ezen a részen legalábbis. És
A másik nem csak mezőlak, hanem celdemel is, bár az már kicsit arrébb van, és még ráadásul, ami a legfontosabb, a legeslegfontosabb, hogy apai ágon vannak ott rokonaim pápán, el nem elég mondani, hogy itt voltam, anélkül, hogy belementem volna hozzájára, akkor tudni fogom, honnan származik az információ. És az árás, az pedig az, hogy ez a 200 km valóban, 200 valahány, ez kicsit soknak tűnik, de amikor jöttem errefele, és azért hálás vagyok, amikor jöttem errefele, számtalan emlék megrohant, amikor jöttünk a családdal a messzi mamáékhoz, akik Ajka mellett laknak egy kis faluban, ugyanis ezen az úton jöttünk, és pápát mindig útba ejtettük, az általán tök ismeretlen rokonok miatt. És ezt szeretném megköszönni most, és csak egy utolsó mondat. Kíváncsi vagyok, hogy itt a pápai református egyházközségben van-e olyan gyülekezeti tag, mint az én Erzsikenéni, aki igaz, hogy atomsüket, teljesen, és igaz az is, hogy mindig csak a hátsó közép, második és a hatodik székére hajlandó ülni a templomban. Ez azt jelenti, hogy semmit nem hall, de nagyon figyel. Legalábbis ez a nézés szerintem azt jelenti, hogy figyel. Valahogy így. És egyik alkalommal Isten tiszteleten láttam azt, hogy mellette lévő odahajol, és valami beszélgetés zajlik. Nem részesültem kommandós kiképzésben, de levettem az adást, nem értik, hogy mit beszélek. Az egyik megkérdezi a másikat, hogy miről beszél? A másik néni, az atomsüket Erzsike néni. Erre Erzsike néni tök hangosan, a templom csöndjét is akusztikára beterítette, következőt mondta, miről beszél? Nem tudom, de szép. Köszönöm szépen. Vedd át, ami... És talán már megszokhatták mindnyájan, hogy egy utótánccal folytatódik a bárunk. Szeretettel köszöntöm Bőlelejte igazgatóság. Nem tudott ingomító bejárkodni, de megettek meg neki, aki hozta az elejét egy CD-t, ilyen nagy CD-t laptopon. Mindig örülünk annak, hogy